emberemlékezet óta nem volt olyan sikeres korszaka ennek a városnak, sport tekintetében legalábbis, mint most. Ennyi fiatal srác talán még soha nem küzdött. Valóban így van, bár azért remélem, hogy nem csak ez az egyetlen sikeres korszakunk a város történetében. A futballban és a kézilabdában jelen pillanatban több mint 3-400 gyerek sportol, hiszen csak a futballban a megyei első osztályú csapatnak, illetve az MB2-es futballcsapatnak is komplett utánpótlást kell indítani, ami azt jelenti, hogy több mint 200 gyerek. A kézilabdában legalább egy olyan 100-150 gyerek űzi a sportot. Éppen ezért feltétlenül fontos, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, amik az utánpótlás számára is biztosítják a fejlődést és a minőségi sportolási lehetőséget. Hiszen nem véletlen az, amikor most ugye a magyar futballválsága kapcsán elhangzik nagyon sokszor, hogy a legfontosabb tényező az utánpótlás nevelés. Megfelelő, jól képzett edzők lássák el a gyerekek mellett a szakmai munkát, másrészt a körülmények olyanok legyenek, hogy egy fejlődő szervezet, tehát egy gyerek fejlődése során ne érjék olyan terhelési dolgok, amik a fejlődésére hátrányosan hatnak. Ezért lenne fontos az, hogy Balmazújvároson a meglévő futballpályáink mellé, ugye jelen pillanatban két nagyméretű futballpályánk van, amelyik tökéletes, viszont van két futballcsapatunk, amelyik különböző bajnokságokban játszik. Ahhoz, hogy ez a 200 gyerek is megfelelő körülmények között tudjon sportolni, ne csak műfüves pályán, ahhoz szükség van arra, hogy további futballpályákat építsünk. Ez annál is inkább egybevág az elképzeléseinkkel, hiszen az elmúlt 7 évben folyamatosan csak akkor vettünk részt egy-egy pályázaton, hogyha ott legalább egy 70%-os támogatást elértünk. Most ezt a két futballpályát ugyanígy lehet megépíteni, megegyezően mondjuk a TAO-s pályázatokhoz, viszont ami sokkal nagyobb előny, hogy még egy TAO-s pályázatnál azt a pénzt nekem össze kell szednem vállalkozóktól, itt ez a pénz, hogyha a 30% önerőt biztosítjuk, rendelkezésre áll, mert a többit az MLS adja. Tehát nem kell kilincselni, nem kell semmit csinálni, szívességet kérni, hogy adják már ide ezt a 70%-ot. Ezért döntő, hogy megépítsük ezt a két pályát, és innentől kezdve azt hiszem, hogy minden korosztály, minden gyermek és felnőtt számára maximálisan ki tudjuk elégíteni a sportolási lehetőségeket. A kultúra, ez egy olyan tágfogalom, hogy az szinte mindenki tudna hozzátenni valamit, hogy mi az, amit még érdemes bevonni ebben a körbe. Közterületeink, műemlékeink és egyáltalán a hagyományaink őrzése ezt a célt szolgálja. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk kedvére van átalakul az egész belváros. Ilyen felfordulás szintén emberemlékezet óta nem volt. És ilyen lehetőségeink sem. Színházterem elkészült pár évvel ezelőtt. Ifjúsági szórakozható központ megszületett, szépen lassan kezd megtenni tartalommal. És most új lehetőség, a kastély. Én azt hiszem, hogy a következő év elejére beteljesedik az a 7-8 éves munka, amit annak idején 2006-ban elképzeltünk, hogy Balmazújváros ne csak a nevében legyen város, hanem valóban legyen meg minden olyan közintézmény, minden olyan lehetőség az itt élők számára, ami jóval nagyobb városokban elérhető. Teljesen tervezett munkával, bár sokan nem hitték el, mindig mondtam, hogy várják ki a végét, végigvittük azt, hogy az összes közintézményünk a bölcsődétől a középiskoláig megújult, művelődési ház, egészségügy, szociális ellátórendszerünk, emellett pedig a szabadidő eltöltésére hasznos és szükséges, egy városhoz méltó létesítményeket hoztunk létre. Gondoljunk a fürdőre, gondoljunk az ifjúsági szórakoztatóközpontra, gondoljunk a szabadidős létesítményeinkre, a játszótereinkre, a közparkainkra. Tehát jövő tavasszal, amikor a város ugye 25 éves évfordulóját ünnepli, ha bárki ebbe a városba ellátogat, akkor azt mondhatja, hogy ez egy olyan város, ahol én is nagyon szívesen élnék. Ez volt a célunk, és ennek a 8 éves időszaknak ez volt a legfontosabb feladata. A következő időszaknak is megvan a feladata, az egy más jellegű fejlesztés lesz, ott egy gazdaságfejlesztésről lesz szó. Hozzátenném, még egy dolog az, amit szeretnék feltétlen elérni, hogy támogatást kapjunk rá, és a jövő évben elkezdődjön ez a munka is. Egy dolog hiányzik még számomra is, és nagyon sok ember számára, ez egy uszodának a megépítése, amelyre egyébként nem csak azt mondom, hogy most kitaláltam, hogy hiányzik, hiszen kész engedélyes tervünk van, tehát nagyon régóta fejben van, már itt van a fiókban a terv, úgyhogy amint mód és lehetőség van rá, csak elő kell venni, odaadni, hogy erre kérünk támogatást, és akkor valóban egy olyan város vagyunk, ahol a legkomolyabb igényeket is ki tudjuk elégíteni minden téren, akár a
közszférában, tehát akár az oktatásban, akár az egészségügyben, akár a szociális szférában, akár a szabadidőben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jövőre méltán lehetünk mindannyian büszkék arra, hogy ebben a városban élünk. A 2014-es év az Balmazi város és az összes önkormányzat életében egy hihetetlen fontos év lesz. Kezdjük az elején. Véget ért egy uniós költségvetési időszak, amelyben elsősorban a infrastruktúrális fejlesztések és az ehhez hasonló beruházásokra, a felzárkóztatásokra volt lehetőség. Kezdődik egy új ciklus, mely azt mondja, legalábbis a hírek szerint, hogy itt most a munkahelyteremtésről, a gazdaságfejlesztésről lesz szó. Talán most fejeződik be a rendszerváltás az önkormányzatok számára. 0 forint adóssággal és megújult feladatkörre kezdik a 2014-es évet. Hogy fogja elkezdeni a Balmazi város a 2014-es évet? Milyen évünk lesz? 2014-es év egyébként egy minden szempontból egy nagyon sorsdöntő év lesz Magyarország életében, hiszen 3 választás lesz. Az önkormányzati választásnál az is újdonság lesz, hogy 5 évre választanak majd polgármestert és képviselőket. Az országgyűlési választáson újdonság, hogy országgyűlési képviselő csak az lehet, tehát nem lehet sem polgármester, sem képviselő. Úgyhogy ez is nagyon komoly változtatás, és nagyon komolyan befolyásolja Magyarország jövőjét. Balmazújváros esetében azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk mindenképpen pozitív lesz a következő év, bár eddig is azt mondhatom, hogy ha nehézségek árán is, de tudtuk fejleszteni a várost és működőképesek maradtunk. Ennek az az oka, hogy soha nem mentünk bele olyan hitelfelvételbe, amit ne tudtunk volna törleszteni. Tehát úgy nem vettünk föl hitelt, hogy annak a visszafizetése legyen biztosított. Nyilván, hogyha egy olyan kedvező döntés ért minket is, hogy ezt a hitelt, amit felvettünk, átvállalja a kormány, a központi költségvetés, akkor az a forrás, amit ennek a törlesztésére fordítottunk volna, az felszabadul. Ha felszabadul, akkor az itt marad a városban, és lehet gondolkodni azon, hogy mik legyenek azok a irányok, aminek a mentén ezeket a forrásokat a továbbiakban fel szeretnénk használni. Az első és legfontosabb feladat véleményem szerint a következő 7 éves uniós ciklussal egybecsengve a gazdaságfejlesztés lenne, tehát ezeket a felszabaduló forrásokat olyan beruházások önerejeként kell használni, amelyekkel munkahelyeket tudunk teremteni Balmazújvároson. Úgyhogy én nagyon optimistán nézek a 2014-es év elé, hiszen az egy nagyon nagy dolog Balmazújváros életében, hogy 2006 utántól, hiszen 2002-ben adósságmentes volt Balmazújváros, amikor még önkormányzati képviselő voltam, pénzügyi bizottság elnöke, és átadtuk a város vezetését. 2006-tól már komoly adóssággal rendelkezett, viszont 2014-re megint adóságmentesen tudjuk átadni valakinek, hogyha úgy dönt a lakosság, ha nem, akkor vinni tovább. Elképzelhetik, hogy azok az alvó projektek, amiket ugye már többször megpróbáltunk megvalósítani, gondolok itt az zöldség feldolgozóra, gondolok itt a rengeteg tárgyalásaim polgármesterrel lefolytatott a sertésvágóiddal kapcsolatban. Elképzelhető ez az irány, hogy ez lesz a főcsapás irány? Ennek azért megvannak a maga veszélyei. Veszélyt nem látok, tehát hogyha az ember megfelelő módon tervez, akkor nincs veszély, tehát ezt az elmúlt 7 év bizonyítja. A két projektet külön választanám, a mezőgazdasági feldolgozóra, tehát a konzervüzem, vagy savanyító, vagy mindkettő, erre maximálisan látok esélyt, hiszen ez egybecseng a központi kormányzati szándékkal is. Magyarul azokat a feldolgozókat, amiket a MSZP-SZDSZ kormány annak idején eladott, értékesített, emiatt megszűntek vidéken, de nem csak vidéken, vagy mindenhol ebben az országban, azokat újra kell építeni. Természetesen végig gondolva, hogy milyen nagyságúakat. Számunkra nincs szükség egy óriási konzervgyára, viszont szükség van arra, hogy az itt és a környéken megtermelt terményeket fel tudjuk dolgozni. Erre alapot adhat ez az önerő, ami megmarad a adósságtörlesztés révén, és munkaerőnk, alapanyagunk, mindenünk meg lesz, tehát ebben kockázat nincs. A húsüzemmel kapcsolatban az az óriási probléma, hogy az magántulajdonban van, tehát magántulajdonnak a fejlesztésébe az önkormányzat nem tud beleszólni, illetve csak akkor tudna beleszólni, hogyha ezt megvásárolná, viszont arra forrás lehetőség nincs. Abban azonban látok fantáziát, hogy egy kisebb léptékű vágóhidat vagy feldolgozót létre lehet hozni. Itt kiemelt szerepe lesz, én hangsúlyozom, a következő időszakban a választókerületben lévő nagyjából hasonló nagyságú települések közötti összefogásnak, hiszen annak semmi értelme, hogy mondjuk Hajdunánáson is, Balmazújvároson is építsenek egy-egy feldolgozót, ezeknek a településeknek össze kell fogni, integrálni kell az ott élő termelőknek a terményeit, állatait, és ezeket úgy kell feldolgozni. Erre én komoly esélyt látok, hiszen kiváló a kapcsolatom ezen települések vezetőivel.